Ez itt a keltetünk, amit apukám csinált. Háromféle tojás van benne. Csillag, leopár és szenes. Ezen a tojáson épp most látható, hogy a kis teknős éppen tori fel. Itt a külső héján már lehet látni, hogy repedések vannak rajta. Sziasztok, ez itt a teknős tanya. Szeretném nektek bemutatni a kicsi leopár teknőseinket. Itt látható a képen egy darab. Most így az anyukája mellett van, hogy odaraktuk, hogy mekkora különbség van a kettő közt, hogy a kicsi meg a nagy mellett milyen nagy a különbség, hogy meg milyen sokkal nagyobb a anyukája, mert hogyha kinyújtaná az anyukája mondjuk a lábát, akkor a lába nagyobb lenne, mint a leopár teknős. Megmutatom nektek a kicsi leopár teknősnek a helyét. És akkor most idehoztam a kicsi leopár teknőst. Látjátok, a tenyeremhez képest milyen pici. Most bele is rakom a tetrecébe, így. És akkor elmondom, hogy mivel etetjük őket. Ilyen kaktusz darabkákat tettünk be neki az előbb. Ilyen, látjátok, ott van benne neki az eletőtája. Kaktuszon kívül adhatunk nekik ilyen szénát. Be is teszünk nekik az eletőtájába. És nagyon fontos nekik, hogy egyszer egy nap 15 percig fürdessük őt. Az lényeg, hogy kb. Egy ilyen magas vízben, mert nem szabad, hogy ellepje őt, mert ha ellepi őt teljesen a víz, akkor meg is fulladhat. És a melegítő lámpa, meg a nagy páratartalom nagyon fontos nekik. Emiatt van itt ez a spritzni, amivel bespriccelünk nekik. Fújjuk őt. Így. A melegítő lámpa pedig az is fontos, hogy olyan legyen, mint hogyha a természetben lenne. És nagyon fontos, hogy azt tegyük be nekik, hogy legyen nekik egy ilyen napos rész, meg itt a házuk egy ilyen olyan rész, ahol van szárazság, meg nedves is itt az ilyen kókusz rost van benne, amit áztatni kell. Úgy lehet ezt elképzelni, hogy van egy ilyen ekkora kis cucc, ilyen széles is egy ekkora, hogy beleteszel sok óráig vízbe, és az megdagad ilyen puffatra. Az a lényeg, hogy ilyen, mondjuk, hogy hiába, hogy ekkora, de ilyen ekkora helyen kell áztatni, mert az több óra alatt nagyon nagyra fel tudom dagadni. És amint említettem, a leopár teknősök Afrikából származnak, mint ez a teknős itt, és hogy az anyukája kitolta a tojást, akkor ilyen 4-5 hónapig a keltetőben maradnak, de van, hogy 6 fél évig, az ilyen 6 hónap, és pár napig is eltartott, amíg feltöri a tojást, az ilyen 2 vagy ilyen 1, van, hogy 2 óráig, és aztán egy hétig a inkubátorba hagyjuk, mert van rajta, mint az embereknek a köldölzsinort, amit úgy hívnak peteburok, abból nyeri a tojásból is a táplálékot, és mivel az anyukája nem neveli őt fel, mert a hüllők nem minden hüllő neveli fel a gyermekét, emiatt nekünk kell megtanítani őt változékony kajákat adni, hogy úgy tanítjuk meg őt enni, hogy többféle kaját adunk nekik, madársalátát, drukkolát, uborkát néha, szénát, kaktuszt,
Teszünk már nekik ilyen szépiát, ami ilyen tintahal csont. Ez arra való, hogy a páncélját erősítse. És akkor még tesszük, és akkor nagyon fontos nekik még az is, hogy ne adjuk el a kisteknőst 2 hónapig, azért, mert meg kell, hogy erősödjön a csontja, amíg nálunk van. És akkor elérkeztünk a videó végéhez. Tetszett a videó, iratkozzatok fel, nem sokára újra jelentkezünk, sziasztok!